Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Székesfehérvár történeti központja 2017 ezzel a címmel hirdetett pályázatot a Magyar Művészeti Akadémia és Székesfehérvár városa. A Magyar Kultúra napján ismertették az eredményeket a Városháza dísztermében, majd kiállítás nyílt az Új Magyar Képtárban, ahol a pályamunkák is láthatóak. A Magyar Kultúra napján középpontba került az Árpádház szellemi és tárgyi öröksége Székesfehérváron. Eredményhirdetésre várták a fiatal építészeket és alkotócsoportokat. Kifejezetten 40 év alatti építészeknek írja ki az MMA minden évben azt a pályázatot, aminek ez most már egy harmadik, negyedik futama. És hát idén nagy fába vágtuk a fejszénket, és egy igen nagy kihívás elé állítottuk a pályázókat, és nagy örömmel vette a bíráló bizottság, hogy 14 értékelhető pályámű befutott. Ebből mindegyik pályázat tartalmaz valami apróbb, nagyobb olyan építőkőszerű gondolatot, ami felhasználható a későbbiek során a végső tervek kiérlelésekor. Egy pályázatot kiemeltünk, amelyik a legtöbb olyan elemet tartalmazta, ami akár a megvalósítás felé is vihet, de mivel ötletpályázat volt, a cél az volt, hogy fiatalos, friss gondolatok jöjjenek a felszínre, és az építészet nyelvén hozzá tudjunk járulni a közös gondolkozáshoz. Mennyire volt inspiráló ez a tér? Hát nagyon, nagyon mindenkit inspirált, és mindenki mindent beleadott a munkája során. Ez nagyon látszik a pályázatokon. Jelen évi tervpályázatunk ismételten e városba hívta, ami tette kész megfertőzetten 40 év alatt építészeket. Szeretnénk elmozdítani a holdkontról a régóta állított nemzeti emlékeink megvalósítását. Marosi Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke fogalmazott így az eredmény hirdetésen, azt is hozzátéve, hogy a pályázat célja, hogy olyan karakteres építészeti eszközökkel megfogalmazott, méltó bemutató helyet alkossanak Székesfehérvár történelmi középpontjában, ahol a látogatók a megtervezésre kerülő térben megismerkedhetnek az Árpádház szellemi és tárgyi örökségével. Nehéz feladatra vállalkozott részben a Művészeti Akadémia akkor, amikor úgy döntött, hogy ezt teszi ennek a pályázatnak a központjáról, központi témájáról. Másrészt a pályázókat is nagy kihívás elé állította a feladat, fogalmazott Cserpalkovics András. Összesen 14-40 év alatti fiatal építész, illetve alkotócsoport küldött be pályamunkát. Ezeket egy kiállítás is bemutatja. Kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lépünk tovább. És azt gondolom, ez a kiállítás, amelyet itt most közösen az elmúlt néhány percben már megnéztetünk, ezek a tervek, ezek a továbblépést segíthetik. Az országgyűlési képviselő az Árpádház program részleteivel is megismertette a megnyitó résztvevőit. A pályázók között több külön díjat is kiosztottak. Ezek között volt Juhász Nagy Balázs és Podmer Paripás Emőke alkotók közös munkája is. A tervezés során alapvető koncepciónk az volt, hogy megjelöljük ezt a szakrális teret, ami ugye országunk történelmi emlékhelye, és ezt ne csak egyfajta egyszerű jelként kezeljük, hanem megpróbáljuk megidézni azt az épületet, azt az épület komplexumot, ami itt volt, ezt a tömeget, hogy érzékeltessük azt, hogy ez milyen léptékű épület is volt. Tehát valójában a koncepciót látva ugye egyfajta metszetét mutatjuk meg a különböző korokban felépült épületeknek, illetve a különböző bővítéseknek, egészen a Szent István kori épülettől, egészen a Mátyás kori, a gótikus bővítésig, az épület különböző szintjeiben, különböző keresztmetszeteiben felvéve ez a fajta tömeg jelenik meg, a magasságokat, a tereknek a magassága. Erről az épületről azt kell tudni, hogy valószínűsíthetően nem természetes módon pusztult el, és ezért műemlékvédelmi oldalról megközelítve is indokolt lehet az épület tömegének a teljes visszaállítása, mivel pontosan
Nem tudjuk, hogy pontosan hogy nézett ki az épület, de mindenképpen szerettük volna azt, hogy az épület tömege is érzékelhető legyen, tehát ne csak alaprajzban tudjuk bejárni ennek a nagyon fontos történelmi emlékhelyünknek a mai területét, hanem a tereket és a jelentőségét úgy is érzékelni tudjuk, hogy beleléphetünk ebbe az 1000 éves tér struktúrába. A terveket, maketteket még egy hónapon keresztül megismerhetik a Megyeház utcai kiállítótérben. Földes László, azaz Hobó volt az Öreghegyi Közösségi Ház vendége. A Magyar Kultúra Napján a kiváló művész ezúttal Pilinszky estjével hódította meg a közönséget. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén 10 év után ismét a Fanta Villában köszönhettük Földes Lászlót, Hobót, aki napra pontosan 50 esztendővel ezelőtt kezdte meg pályafutását. Hobó alkotói létében olyan társai voltak, vannak, mint József Attila, Ady Endre, François Villon, Faludi György, Jim Morrison, Ellen Ginsberg vagy Vysotsky. Ezen az estén Pilinszky este varázsolta el rajongóit. Van egy lemezem a 2000-es évek vége felé, már nem tudom mikor, Circus Hungaricus az a címe, ami az akkori világlátásomról szólt, vagy próbáltam benne kifejezni magam. Annak a végén van egy dal, az a címe Kisember. És az úgy végződik, hogy a cirkuszi sátorból megy el a közönség, és utolsónak a kisember megy el, köszön, úgy megy el, de senki sem felel, csak a bohóc mondja, hogy szerencse fel. És akkor én nem szoktam hallgatni a lemezemet, de össze kellett raknom egy szöveganyagot, amiben írásban olvastam, hogy én az embereknek azok után, amit kaptam évtizedeken keresztül, a mai napon van az 50. évfordulója a pályafutásom kezdetének, 68-ba kezdtem. És amit kaptam, akkor volt mondjuk 40 éves, játszottam, hogy azok után, amiket kaptam tőlük, én csak ennyit tudok mondani nekik, hogy szerencse fel, rettenetesen elszégyeltem magam. És Pilinszkyt olvastam, és a Pilinszky versek, különösen a Látja Isten, hogy állok a napon, az kihúzott ebből a szégyen vagy pocsék állapotból, amiben éreztem magam, és hálából csináltam ezt meg. Én általában azt a skálát, amit csinálok, akár zenét, vagy akár költészetet, nem azért csinálom, mert népszerűsíteni akarom az irodalmat, az a Kaláka együttes dolga, én inkább beledöglök. És olyan dolgokat csinálok, ami olyan költőket és olyan zenéket játszom, amelyek olyan színvonalúak, hogy úgy kifejezik azt, amit én érzek, ahogy én nem tudnám. Tehát ahogy József Attilát vagy Pilinszkynek van itt egy pár verse, ami hát olyan, mint a lepke a tűjegyén, hogy és ami az én sorsomba vág, vagy a világot adja, amiben élek. És akkor nem kell nekem ezzel nem írom meg, hanem inkább eljátszom azt, ami nekem fontos, amihez közöm van. Nem azért, hogy népszerűsítsem, hanem egyrészt az én kötelességem, hogy amit a mestereimtől kaptam, azt továbbadjam. Szerencsére én még hozzá tudtam tenni a magamat is. Másrészt pedig az a helyzet, hogy nekem abban az emberi pillanatban, amikor elszégyeltem magam, hogy a szeretetre, évtizedes szeretetre én ennyit tudok válaszolni, akkor ő ebből kisegített. Tehát én nem igazából egyik, a József Attilát se úgy játszottam, meg játszom, hogy most József Attilát játszom, hanem egy embertől a költészetén keresztül kaptam segítséget, ez a legnagyobb dolog. Tehát én nem azért játszom, mert tetszik a vers, hanem azért játszom, mert engem mondjuk a nagyon fájban lévő, de én nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szelgődik a gyalázat, ez mintha én írtam volna a 80-as években, azért játszottam. És ez így végig megy a Csokonai Vitéz Mihályon is, akit játszottam mostanában, és nem beszélve a többiről. Tehát mindegy volt valamilyen köze az életemhez, nem mint esztétikai élményt adom tovább. Én megtehetném. És mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp úgy felvetem.
Játszom magammal, ennyi az egész. Síratni való inkább, mint merész. Ezzel a gondolatsorral kézen fogva jár a zene is a hozzátartozó? Azokat a zenéket játszom, sokat, amit nem én írtam. Igazából majdnem, hogy jobban szeretem játszani a mások zenéjét, mint a sajátomat, mert ez persze szinte kizárólag a 60-as évek zenéjére vonatkozik, mert azt tett engem emberré, mielőtt én ezt a dolgot elkezdtem csinálni, amit csinálok. 50 éve kezdtem. És hát ezek a Rolling Stones, Doors, Bob Dylan, Jimi Hendrix, néger bluesok, ezek olyan tartalmakat hordoztak, amelyek szövegi tartalmat is, amelyek nekem borzasztóan sokat jelentettek akkor, amikor csak lázadtam minden ellen, és nem tudtam, hogy mi leszek. Ezek a dolgok tartották bennem a lelket. Én csavargó voltam, kétféle csavargó, ma is az vagyok, kétféle csavargó van. Az egyik, aki kalandozásból elindul, a másik, akinek menekülnie kell. Nekem menekülnöm kell otthonról. Így lettem csavargó, és ezek amikor bevágott 64-ben a katonaságnál ez a zene, akkor éreztem életem először valamit, hogy az ahhoz közön van. És ez nekem abban, hogy meg tudtam maradni, rettetesen sokat jelentett. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Tematikus programokkal várják a Városkép kiállítás vendégeit az Országzászló téren. Január végétől előadásokra, múzeumpedagógiai foglalkozásokra várják az érdeklődőket. Január végétől tematikus programokkal egészítik ki a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítását. A Városkép című tárlat bemutatja Székesfehérvár urbanizációját, a város átalakulását, fejlődését a dualizmus korától, a rendszerváltás előestéjéig, 1988-ig. Nagy erénye ennek a kiállításnak az én meglátásom szerint, hogy nincs semmilyen al- és felhangja. Tárgyilagos történészi szempontból mutatja meg Székesfehérvár 20. századi történetének fontosabb állomásait. Grafikailag, esztétikailag gyönyörű és interaktív, tehát már a mai kor eszközeit is használja. De amellett, hogy nagyon tartalmas, nagyon nívós szakmai szempontból ez a kiállítás megrendezése, amellett azok a kísérő programok, amelyeken részt vehetünk az elkövetkezendő hónapokban, amelyek részben kicsit szakmaibbak, részben egy kicsit könnyedebbek, populárisak, hiszen zenei programmal is várjuk az érdeklődőket, azok megadják azért a lelkét is ennek a kiállításnak. Nagyon sok izgalmas témáról beszélgethetnek mindazok, akik ellátogatnak majd ide a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületébe, és hát készülünk a gyerekeknek, a diákoknak is, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a székesfehérvári fiatalok, a jelen fiatal generációi megismerkedjenek ezzel a történettel. Részint nyilván azért, mert székesfehérváriak, részint azért, mert reméljük, hogy székesfehérváriak lesznek majd felnőtt korukban is. Érdemes a város története arra, hogy a gyerekeink tisztában legyenek vele, és hát nincs is jövő a múlt ismerete nélkül, úgyhogy ezúton is nagy szeretettel és tisztelettel hívom fel Székesfehérvár és Fejér megye településein élők figyelmét, de a hozzánk érkező vendégekét is. Jöjjenek el ide, ismerkedjünk a közös múltunkkal. A tematikus programok sorában szakmai előadásokat hallhatnak az érdeklődők a Szent István emlékévről, az építészeti örökségről, lesz irodalmi séta, illetve betekintést nyerhetnek a szocializmus korának lakótelepi életébe. Vannak olyan témáink, amikről érdemes előadásokat tartani, hiszen nem tudtunk olyan mélységben elmerülni a kiállítás során bennük, ilyen például a dualizmus korának bemutatásai Székesfehérváron. Nagyon fontos, tehát a dualizmus korától indul ez a kiállítás, és eljutunk egészen a rendszerváltás előtti esztendőig. Hiszem, hogy minden egyes korszaknak vannak olyan érdekességei, amelyeket a kiállítást megtekintők elé tárhatnak most a különböző szakmai programokon.
igen, a dualizmustól indulunk Csurgai Horváth József előadásával, de a végén 1988-ig jutunk el, ahogy a kiállítás is. Itt egy olyan programot állítottunk össze, amikor dr. Demeter Zsófiával, Balsa István akkori tanácselnökkel, későbbi polgármesterrel beszéljük meg az 1988-as ünnepi évnek az eseményeit, és azt is, hogy Székesfehérvár hogyan hagyta el ezt a korszakot, amivel zárul is a kiállításunk. Tehát a Kádár korszakból, hogy léptünk át a rendszerváltás során a demokráciába itt Székesfehérváron. Felfigyeltem arra, hogy vannak olyan programok, amelyek játékosak, tehát gondolok itt elsősorban az irodalmi, a közéleti történésekre, illetve a dalokra, amelyek egy bizonyos időszakban szóltak hozzánk. Igen, a komolyabb programok váltakozni fognak a könnyedebb programokkal. Lesz szép irodalmi műsorunk is, ahol azt fogjuk megmutatni, hogy Székesfehérvárról milyen szép irodalmi művek születtek a 20. században, hogyan mutatják be, milyen szemszögből mutatják be ezek a várost, és lesz zenés programunk is májusban a 80-as évek dalai címmel, ahol különböző fellépők fognak olyan dalokat játszani, amiket már a 80-as években is játszottak. Ez is egy ilyen mozgós program lesz itt a múzeumban, ami az udvaron is és a kiállításban is fog történni. A kiállítás kurátorai kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy megszólítsák a fiatal korosztályt is. Februártól általános és középiskolások játékos múzeumpedagógiai foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a város múltjával. Négy tematika készült két korosztályra, az egyik az alsós korosztály célozza meg, a másik pedig a kicsit nagyobbakat, kiskamasz-kamasz korosztály 13-tól 18 éves korig. És hát nyilván az elsődleges cél az az volt, hogy amellett, hogy ismereteket szerezzenek, és informatív legyen a foglalkozás, amellett azért fogyasztható és élvezetes is legyen a gyerekek számára, és ehhez választottam olyan módszereket, ami már korábban jól bevált, detektív játékok, a szabadulószobák, ami most itt szerintem különösen népszerűs, így elsősorban a kis kamasz korosztály esetében döntő ez a hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amivel tulajdonképpen itt tudjuk tartani a figyelmüket a múzeumban, akár csak egy 60 perces foglalkozás erejéig is, hiszen ez az a 12-13 éves korosztály, akiket egyébként legnehezebb megszólítani a múzeum ügyének, és két típusú foglalkozás van, az egyik az, ami inkább a város főbb történeti korszakaira hívja fel a figyelmet. Tehát ezekből szemezgetünk, nyilván valamilyen értelemben azért szelektálnunk kell az információk közül, tehát teljes egészében nehéz lenne megismertetni minden apró adat erejéig a gyerekeket ezzel. A másik pedig inkább olyan szempontból közelíti meg a kiállítást, illetve a témáját, hogy hogyan viszonyulunk a tereinkhez, mit jelent számunkra a város, egy kicsit ilyen filozófikusabb, főleg a nagyokkal, de nyilván ezeknek a során is alkalmazunk olyan játékokat, amelyekkel hát élményszerűbbé tudjuk tenni ezt, tehát nem csak beszélgetünk, de nyilván meg kell győződnünk arról, hogy az információk a helyükre kerülnek, és megfelelő módon épülnek be a gyerekek ismereteibe. A kiállítótérben a hagyományos kiállítási technikák mellett igényes látványelemek, interaktív megoldások segítik a látogatókat. A Krokodil torkában címmel jelent meg DNS Ottó életműkötete, a kiváló pedagógus képzőművész könyvét Elsimon László József Attila díjas költő ajánlotta az olvasók figyelmébe. A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai székházában mutatták be DNS Ottó a Krokodil torkából című kötetét, amely a kiváló író, költő, esztéta, festőművész és tanár életművéből ad válogatást. A kötetben, amelynek alcíme Breviárium az ezredfordulóról, DNS Ottó megmutatja, mi az, ami a székesfehérvári kultúra megbecsült személyiségévé teszi. A kötetet Elsimon László József Attila díjas költő ajánlotta az olvasók figyelmébe. Igen, megtisztelő az, hogy mai napon 80 éves szerzőkönyvét én mutathatom be. Számomra is meglepetés így egyben látni az életműnek sok-sok izgalmas momentumát. Egy rendkívül gazdag és rendkívül összetett életútról van szó. Ráadásul egy olyan művészi és gondolkodói törekvésről, ami talán a legnehezebb feladat, a teljesség megfogása, a teljességre való törekvés,
ami azt gondolom, hogy a legkiválóbbaknak a sajátossága. Nehéz eldönteni, hogy az író, a képzőművész, az esszéista, a gondolkodó, vagy a tudást közvetítő tanár az erősebb, vagy a hangsúlyosabb valamelyik szerep az életműben. Talán azt tudom mondani, hogy így komplexitásában alakul ki igazán egy olyan kép bennünk Dienes Ottóról, ami ott méltán emeli a Fejér megyei szellemi élet, sőt az ország a szellemi élet legjobbjai közé. Dienes tanár úr a tőle megszokott játékos gondolatsorral beszélt a kötetről, megmutatva mindazt, amitől az ember úgy érezheti, hogy belecsöppent világának kellős közepébe. Sok minden benne van, mindenféleképpen az irodalmilag is, meg képzőművészetileg is, habár inkább csak ízelítőt adtam ebben a könyvben, mert a hagyományos festményeimet azokat nem mutattam be, csak volt nekem egy sorozatom, ami abszurd dolgokat mesél el a világról, elég negatíve, de humorral, amit itt tetszik majd látni körbe a falakon. Le kell állni, elmélkedni kell rajta, nevetni kell, vagy szomorkodni. Ez a világ, ami itt van. A démoni világ, inkább úgy mondanám. Melyek a kötetben az írások közül, ami különösen megragadó, hiszen ebben rengeteg esszé, tanulmány, illetve vers is szerepel. Igen, hát nagyobb fajsúlyú dolgokat elemezgettem én mindig. Hangvas Béla ugye elsőnek foglalkoztam, talán Fejér megyében, komolyabban Hangvas Bélával, Várkonyi Nándorral, akik azért elmondják a véleményüket a paradicsom elvesztéséről, hogy hogyan jutunk el a teljes globalizáció felé, és hogyan ölik ki belőlünk a vallási hitet, amiben szétrombolják az egész társadalmi életet. Hát valami ilyesmi. Árad önfelé a szeretet, nagyon sokan lesznek itt, és nagyon sokan tisztelik meg ezt a kötetet, illetve azt az életművet, amivel most meg kell, hogy barátkozzanak ismét, ha valaki esetleg elfelejtette volna. Fontosak az emberek ön számára még mindig, az olvasók, a képzőművészet rajongók? Nagyon fontosak számomra az emberek, már úgy a diákokon keresztül, ugye, mert én is embereket tanítottam évtizedekig, diákjaim voltak, ragyogó, jó magyar óráink, humoros francia, meg angol óráink voltak, és én úgy érzem, hogy van mondanivalóm, vagy volt mindig mondanivalóm, jobbító szándékú mondanivalóm, semmi más, semmi különös hírnévre, vagy kitüntetésre nem vágytam, csak megértésre, arra, hogy hát az embereknek meg kéne érteni, hogy jobb a jóság, mint a gonoszság. A könyvet Revák István és fiai, András és István szerkesztették olyan érzékenységgel, amelyet Dienes Ottó életműve megkövetel. Hamvas szerint a humor az egyetlen egy olyan dolog, amelyiknek olyan sava van, ami oldja a keménységet, azokat, amik démonikus dolgok. A másik a Molnár Sándornak a bemutatója, tehát 15 éve, 18 éve Dienes mutatta be Molnár Sándort itt Székesfehérváron a Pelikán galériába. A negyedik pedig tulajdonképpen, hát azt már mondtam, a Hanvas Bírának a szeretete. Tehát tulajdonképpen a fiam matematikus agyával találta ki ezt a könyvet, tehát ő találta ki, András fiam, hogy hogyan lehet úgy beszerkeszteni valamit, ami feszes és tömör és olvasható ilyen nagy méretben is, tehát ő ezt kigondolta. A kisfiam, pedig a István, pedig tulajdonképpen egy Quark PDF-ből fejtettük vissza, az ő informatikai szakismerete adta azt a lehetőséget, hogy egyáltalán hozzá tudjunk fogni, mert nem volt hozzá semmi anyag. A negyedik, ugye, vagy illetve utána jöttem én nekem meg a nyomdaipari ismereteim, mert én színesre tusőr voltam 11 évig, tehát az, hogy a
színek teljesen hibátlanok olyanok, mint a képeknek a színek. Mert ő az, aki idealizmusából egy jottányit sem engedve, egy csökkenő szellemiségű világban vívja utóvét harcait a hamis, a talmi csillogás mindenkori erőszakos áradatával szemben, az örökös emberi értékrend védelmében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!